Sziasztok! Éppen egy terheléses teszt zajlik. Ezt a kis 100 per órás Wattcycle Mini Smart akut nézzük meg, hogy tudja, ami rá van írva. De amíg várunk, hogy két óra alatt lemerüljön egy olajradiátor van rákötve, addig elmondom általánosságban, hogy a hagyományos akkumulátorokhoz képest mik ezeknek a lítium-vasfoszfát akuknak az előnyei. Ez egy márkától független videó lesz, hiszen ez egy Wattcycle, ez egy Food, de voltak már nálam ellétáim akuk is. Amit ebben a videóban elmondok, az az összes litium vasfoszfát akkora egységesen jellemző, elmondom, hogy miben jobbak, miért érdemes valamivel magasabb áron ilyet venni az hagyományos ólomakuk helyett. Tartsatok velem ma is! Azért csinálom meg ezt a videót, mert most már többféle márkából több féle teljesítményű ilyen litium vasfoszfát akku van volt nálam, és nem akarom minden videóban újra és újra ugyanazokat a dolgokat elmondani, itt most, ebben a videóban elmondok mindent, ami általánosságban jellemző ezekre a technológiájú akukra. Szerintem a két kezemen sem tudnám megszámolni, hogy hány olyan kínai gyártó van, akik ilyen litium-vasfoszfát akukat gyártanak. Nem véletlenül, mert erre egészen nagy a kereslet, legalábbis az Egyesült Államokban és Európának azon a részén, ahol ezt a valamivel magasabb árat könnyedén meg tudják fizetni. De hozzáteszem, hogy érdemes a magasabb árat megfizetni. Mindjárt elmondom, hogy miért. Az első és egyik legfontosabb előnye ezeknek az akuknak a hagyományos ólom-savas munkaakkumulátorokhoz képest az a méret és a tömeg. Ez mindkettő 100 amperórás, ez a Sanfu is valamivel kisebb, mint egy ugyanúgy 100 amperórás ólomakkumulátor, nekem egy olyan volt, a lakókocsiba, és ez valamivel rövidebb, ugyan egy picit magasabb, de valamivel rövidebb és egy kicsit keskenyebb is, a tömege pedig fele annyi, mert az az ólomakó az 22 kg volt, ez meg körülbelül 10. De nézd meg ezt, ez ennek a Wattcycle-nek a mini verziója, ez is ugyanúgy 100 amperórás, mint ez a Sanfu, ez viszont sokkal-sokkal kisebb, ez fele olyan hosszú és keskenyebb is, mint egy 100 amperórás ólomakkumulátor, tehát gyakorlatilag fele akkora helyen elfér, hogyha például egy lakókocsiba, lakóautóba, horgászcsónakba, elektromos meghajtású kajakba, vagy akár egy sátorba akarod használni, de hogyha fordítva közelítjük meg, akkor úgy is fel lehet fogni, hogy egy ilyen akuból kétszer annyit be tudsz rakni ugyanannyi helyre, mert ez kettő befér ugyanoda, és akkor kétszer annyi áramod lesz egy ugyanakkor a korlátozott helyen, hiszen például a kisebb lakókocsikban sem mindegy, hogy mekkora helyet foglal el az aku oda, ahova be tudod valahova sugasztani, de még inkább egy elektromos csónakban például ez nagyon nem mindegy, tehát egyszerűen ezek sokkal könnyebbek, és sokkal könnyebben mobilizálhatóak is, hiszen a súlyuk kevesebb, mint fele annyi, mint egy ugyanakkora amperórájú ólomakkumulátornak. Ezen kívül óriási előnye még a olomakukhoz képest ezeknek, hogy ezt a ráírt amperórát, ezt ténylegesen ki is lehet belőle venni. Ugyan egy olomakumulátorra is ráírják azt, hogy 100 amperóra, de valójában azt teljes egészében nem tudod belőle kimeri, ki, kivenni, mert az ólomakkumulátoroknál olyan 50%-os lemerítésig egészséges a számára, és annál lejjebb meríteni az igazából az akku élettartama szempontjából már nem előnyös, tehát, hogyha többször 50%-el meríted, az már az élettartamát jelentősen csökkenteti, hogyha meg teljesen nullára lemeríted, akkor az pedig akár már egy-két alkalom ö, ilyen nullára lemerítés az már maradandó károsodást okozhat az akónak az élettartama szempontjából. Ezeknél ez az effektus nincsen, ezeket nyugodtan 80%-ig akárhányszorra lehet meríteni, és ha a 100%-os lemerítést ugyan nem szereti, de azt sem fogja tönkretenni, tehát valójában egyszerűen sokkal több áramot ki lehet venni belőle azzal együtt, hogy ugyanúgy 100 amperóra, vagy 200 amperóra, vagy akármennyi van ráírva, mint az ólomaksira, de egyszerűen ebből az összeset ki lehet venni, abból meg csak felét. És nem csak, hogy többet, hanem gyorsabban is ki lehet venni belőle azt az árammennyiséget, ugyanis általában a hagyományos ólom nagyjából a ráírt amperórához képest egy olyan 20%-nál jobban, 20 ezereknél gyorsabban nem igazán egészséges meríteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyat mondjuk 20 amperrel, egy 100 amper órás mondjuk 20 amperrel meríthetsz, tehát mondjuk egy ilyen 2-300 watt vehető ki belőle egyszerre, egy 2-300 wattos fogyasztó üzemeltethető róla maximum egy ideileg, legalábbis hosszabb távon ahhoz, hogy ne legyen baja az akunak. Ezek azonban ennél jóval Nagyobb tempóban meríthetők. Ebben mind a kettő olyan, amiben 100 amper órás BMS van, ami azt jelenti, hogy maga a Battery Management System megengedi, hogy akár 100 amperrel legyen az akku merítve, mivel erre az aku kémiai szerkezete lehetőséget ad. Ez azt jelenti, hogy akár 1280 watt Kinyerhető belőle egy óra alatt. Az igaz, hogy akkor egy óra alatt teljesen le ismerül, de ezzel együtt sokkal nagyobb teljesítményű berendezés üzemeltethető róla. Spots, up, you, so És csak néhány szó arról, hogy sokan hallhattak olyan dolgokat, hogy Lítiumos akkumulátorral szerelt autók kigyulladtak. Most valóban ilyesmik történtek, de azok litium-ion akkumulátorral szerelt autók voltak, ezt a lítium vasfoszfát foszfát kémiájú akukat pont azért találták ki, és néhány éve ezért forgalmazzák őket, és ezért az ilyen ö, munkaakkumulátorok, ezért ilyen technológiájuk, mert ez nem hajlamos, az ilyen fajta öngyulladásra. Az igaz, hogy a lítium vas technológia a létium-ionhoz képest kicsit kisebb energiasűrűségű, tehát ugyanannyi energiát egy picit nagyobb fizikai méretben, egy picit nagyobb tömeggel tud tárolni, ez nem igazán nagy különbség, de mondjuk egy járműnél, egy autónál ez is számít, hogy a lehető legkisebb legyen az akunak a tömege és a térfogata, ezért ott alkalmazzák a létium-iont. Itt, ahol ez kevésbé számít, itt megengedhető, hogy egy picit nagyobb és egy picit nehezebb legyen az aku, ezzel együtt még így is, ugye kevesebb, mint fele akkor a hagyományos olmagóhoz képest, de cserébe ezek a lítium vasfoszfát akuk nem hajlamosak egyáltalán az ilyenfajta öngyulladásra, úgyhogy ettől a veszélytől nem kell tartani. Close. Ezeknek óriási előnye még az élettartam. Az olov akkumulátorokra általában a gyártók ilyen 5-600 ciklust mondanak, amíg még a 100%-os teljesítményét megőrzés, mondjuk ilyen 1000 ciklus, ami után már akár 60% alá is csökkenhet a maximális teljesítménye hát azért ez valljuk be, nem sok, hogyha valaki minden nap használja az aksiát, akkor ez néhány év, hogyha egy napot egy ciklusnak veszünk. A, a, ezeknek a litium akuknak viszont a gyártók olyan 3-4 ezer ciklust adnak meg arra vonatkozóan, amíg még 100% a teljesítménye, és 10 ezer fölött van az a ciklus, amíg még a legalább 60%-os teljesítményüket megőrzik. Azért itt a az 5-600 ezer, összehasonlítva a 3-4 ezer és 10 ezeres számokkal, ez azért nagyon lényeges különbség. Egy 10 ezer ciklus, ha minden nap egy ciklusnak veszed, minden nap használod a munkaksit, és minden nap lemeríted, és minden nap feltöltöd, a 10 ezer ciklus az akkor is közel 30 év, ami nagyon durva, és akkor még a gyártó ígérete szerint az aku 60%-os teljesítményen lesz, tehát óriási különbség van az élettartamban. Tulajdonképpen már az az, ez az egyetlen tulajdonság, hogy ennyiszer 5-6-szor, akár 10-szer annyi az élettartama egy ilyen akunak, már ez megérheti az árkülönbséget úgy, hogy ezek durván kétszer annyiba, de most már kétszer annyiba se kerülnek, mint egy ólom akkumulátor, és akkor ahhoz képest nem kétszer annyi az élettartamuk, hanem sokkal több az is óriási előnyük még, hogy ezekben beépített BMS, vagyis Battery Management System, vagyis magyarul körülbelül ilyen akkumulátor vezérlő rendszer található, ami egész sok mindent csinál. Ennek a BMS-nek egyrészt vannak érzékelői, amelyek cellánként a celláknak a feszültségét folyamatosan monitorozzák, van benne hőmérsékletérzékelő, ami az akkumulátor belsejében lévő hőmérsékletet monitorozza, és maga ez a BMS ezeknek az adatoknak megfelelően tudja a celláknak a töltését külön-külön cellánként menedzselni, ezzel is elősegítve, hogy az akunak az élettartalma a legnagyobb legyen, hiszen az aku nem engedi az akut túlmelegedni, a belső hőmérsékletnek megfelelően vezérli a töltést, és ráadásul a cellákat egymással összehangolva tölti, folyamatosan, mindig úgy, hogy azoknak a feszültsége ugyanannyi legyen, mert különben előfordulhatna az, hogy egy cella tönkre megy, és amiatt az egész akú használhatatlanná válik, így viszont a, ez is segít az élettartam meghosszabbításában, és az BMS ezen kívül még biztonsági ö, funkciót is ellát. Egyrészt, hogy a bejövő esetleges túláram esetén, letilt, tehát nem engedi, hogy olyan árammal töltődjön az akku, ami már káros lehet a számára, azzal együtt, hogy ezeket meglehetősen nagy árammal lehet tölteni, és a kimenő áramnál is, hogyha rövid zárlatot érzékel, akkor megszünteti az akunak a kimenő áramát, ezáltal az esetleges baleseteket is segít elkerülni, hogyha te véletlenül valamilyen zárlatot okoznál az akunak a pólusaival. tölthetőség az is egy nagy előnye ezeknek az akuknak, ugyanis a hagyományos ólomakuknál körülbelül olyan a ráírt amperórához képest nagyjából ilyen 10%-os töltőáramot szoktak javasolni, ez azt jelenti, hogy egy 100 amperórás akunál mondjuk 10 amperrel ö, ideális tölteni. A, hozzáteszem, hogy egyébként az ilyen átlagos autóakkumulátor töltők azok ilyen 3-5 amperes sek szoktak lenni, tehát ezzel még csak ezt a 10 ampert sem feltétlenül tudod beletölteni egy akuba. De a lényeg, hogy egy egy 100 amper órás ólom azt mondjuk 10 amperrel ideális tölteni. Ezeket azonban ennél jóval nagyobb árammal lehet tölteni. Erre a 100 amper órásra például azt mondja a gyártó, hogy neki az ideális az a 20 amper, de egyébként a 40-50 amperes töltést is még minden probléma és károsodás nélkül elviseli. Ami azt jelenti, hogy egy 20 amperes töltéssel 5, de egy 50 amperes töltéssel meg akár 2 óra alatt is feltölthető, ellentétben az olomakoval, amit a 100 amper órás akut 10 óra alatt fogsz tudni a 10 amperrel feltölteni. Nyilván ez sem mindegy, hogyha szükséged van arra, hogy a lehető leggyorsabban feltöltsed az akut. És itt ehhez még egy plusz kiegészítést tennék csak, ahogy mondtam, az általában az autóakkumulátor töltők ilyen 3-5 amperesek szoktak lenni, létezik belőle 10 is, de akár 20 amperes is, tehát tulajdonképpen a 20 amperes töltés megoldható egy hagyományos töltővel, de mégsem ideális, ugyanis ezeknek a, az akuknak a töltőárama az körülbelül egy voltal magasabb, mint a ha a hagyományos ólomakuknak azokat olyan 13 és fél voltal érdemes tölteni, ezeket nyugodtan lehet 14 és fél voltal tölteni, és ezt a egy voltal magasabb töltőáramot a hagyományos akukhoz való töltők nem tudják, tehát igazából ahhoz, hogy ezt teljesen tele tudja tölteni, ahhoz érdemes egy kifejezetten ilyen létiumvasfoszfát akúhoz való töltőt használni. Oh what i honey That you been seen Nos, ennyit a litiumvas foszfátokról általánosságban, ez mindegyikre érvényes márkától függetlenül. Én azt gondolom, hogy ezeknek az adatoknak a fényében már szerintem nem kérdéses, hogy megérheti-e a másfél-kétszer annyi összegbe kerülő árát egy ilyen akú, hogyha valaki hosszú távra tervez egy munkaakkumulátorra. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számatokra, hogyha igen, akkor ez szerint a videó alatt nyomj egy lájkot, hogy másokhoz is eljuthasson ez a videó, akiket ilyesmi érdekel. Iratkozz fel, ha még nem vagy, hiszen ebben a témában is folyamatosan jönnek újabb videók, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! You want again get no honey?